Üdvözlök mindenkit, Nekroklim vagyok, és srácok! Van némi Antem videóm, úgyhogy beszélgessünk az Antemről, amiről hát kiderül, hogy egy új változatot fog kapni. Jesus Schreier, a kozakonak az újságírója, újabb nyomozás végzett. Tudjátok, ő volt az, aki lerántotta a leplet a nagy botrányról, hogy az vagy is, hogy a bioware hogy agyon gyolgoztatják az embereket, és hogy mitől lett ennyire sikertelen az Antem, az a sok faktor, ami összeállt, és végül megszületett. Ez, a, ez az úgynevezett borzadája, amit Antemnak hívnak. Úgyhogy ő újra nyomozott, és kiderítette azt, kérem szépen, hogy az Antem teljes mértékű újra Fog kapni. Nos, hát én, én megmondtam, ugye? Volt egy Antem videóm, az volt a címe, hogy az Antem és az Én megmondtam tábor, és arról beszéltem benne, hogy az Antem egy olyan játék, ahol mind a két tábornak igaza lesz, és azt fogja mondani a végén, hogy na, ugye én megmondtam az a tábor is, aki azt mondja, hogy ez a játék na ugye én megmondtam, és az a tábor is, aki azt mondja, hogy ez a játék jó és jó lesz a jövőben, na, ugye én megmondtam, és mind a két tábornak igaza lesz. Jelen pillanatban az Antem jobb állapotban van, mint amikor megjelent, és némileg némivel több tartalmacska is van benne, mint amikor megjelent, de ettől függetlenül olyan 200-250 óránál több szórakozást nem igazán ad, mert akkorra már kifutsz a contentből konkrétan, és a karakterédét is felfarmoltad arra a szintre, amire tökéletesen elegendő volt. Viszont, és akkor ugye ott, ott már kezded észrevenni a játék hibáit, mert már ugye annyira nem élvezed, nem izé, mert a gyönyörű környezet varázsa elmúlt, a repülés varázsa elmúlt, és akkor kijönnek a játék hibái, illetve tartalmi uh, kevéssége, és tekintve ugye nemrégiben volt a kataklizm event, és az azután lévő event is van, például pillanatban egy event, de az is konkrétan kataklizm event, és nem nagyon tudsz mi újat csinálni az Antenmen. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy bárki, aki eddig megnézte az Anten videóimat, és olyasmi olyan kommentet írt az Anten videóimat, az, hogy én most vettem meg a játékot, és úristen, nagyon jó, és tökre beleélem magam, Mi mindenki ezt írta, és ez, ez igaz az Antemre. Az az igazság, hogyha megveszed a játékot, mert hogy faszarabotok vannak benne, és repülni tudsz velük, és jó a, jó a harci mechanika, nekem tetszik a harci mechanika, kicsit buta a mesterséges intelligencia, de ettől függetlenül jó a őket. A Grandmaster 3 lévő enemy megnövekedett élet, illetve sebzés ellen küzdeni, Itt, tehát egészen a, én úgy gondolom az antennak a gameplay loopja, a core a mechanikája, a harc, a repülés ötlete, a javelinek ötlete, ez rendben van, és erre lehet építeni. És minden egyes játékos, aki utólag vette meg az antemet, az mind, mindenki azt írta nekem vissza a kommentben, a Facebookon, hogy aztán ez a játék tök jó. És egy, egyetértek, 200 óráig ezzel a játékkal el fogsz tudni szórakozni. Ha innen nézzük azt, hogy mennyibe kerül, 200 órányi szórakozásban megéri az árát, még ezt is tudom mondani, de ettől függetlenül nem lehet elmenni arra, hogy nincs benne content, és nagyon gyorsan kiszállsz a kontentből, és sok benne még az egy-két bug. Továbbá a fegyver képesség, enemi balansz, még igazán rá sok minden ráférne a hazantemre. A lényeg az, hogy Jason Schreier kiderítette azt, hogy a BioWare nagyon is, nagyon is, nagyon is dolgozik az antennán, és teljes mértékű Uh, átdolgozás fog kapni az antem. Körülbelül olyasmit, mint a No Man's Sky kapott mostanra, és a Final Fantasy uh, online kapott mostanra, szóval, uh, ja nagy mértékű átdolgozás lesz, ami még nem tiszta, hogy hogyan lesz az átdolgozás egy nagy update, vagy sok kicsi update éveken keresztül, mondjuk a cikkben azért sok minden még nem tiszta. A lényeg az, hogy egy BioWare stúdió fogja átvenni a fejlesztést, és a többi BioWare stúdió ugye rámegy a Dragon Age 4-re, illetve Mass Effect 5 fejlesztésre kérem. Szépen reméljük, ez az erőforrás szétválasztás nem fog belekerülni egy jó Dragon Age, illetve Mass Effect játékba számunkra. Megírja az Antemet? újra dolgozni és felhúzni arra a minőségi tripla A szintre, mint amit mindenki vár tőle? Na ez itt egy jó kérdés. És azt hiszem a közösség meg is oszlik ebből a szempontból, és azt mondják, hogy hagyjuk, inkább kapjunk egy jó Dragon Age-et és Mass Effect-et, és valahol egyetértek, szeretnék egy jó Dragon Age-et és Mass Effect-et kapni. Viszont, amit azt hiszem sokan nem vesznek figyelembe, hogy az Anthem nagyon sokáig ott volt a toplista eladások élén, és mikrotranzakcióban, annak ellenére, hogy milyen kis shitty game, mikrotranzakciókban elképesztő eladásokat produkált. És ezen eladásokra szerintem azért az ilyé is, így, így utána számolt, és mi lenne, ha még egy jó játékot is csinálnánk. Szóval egy, egy rettentően szar játékot csináltak, de még így is 3 millió plusz valamennyi, Isten se tudja mennyi, de legalább 3 millió plusz dollárt kerestek mikrotranszakciókon ezelőtt pár hónapig, azóta meg ki tudja. És aki játszott azóta is az Antenne-mel, és végigvitte a kataklizmiben, tehát én végigvittem a kataklizmiben, tehát kifarmoltam minden armort, csak a mostanira már kicsit beleuntam, és de, de azt kell mondjam, hogy ami mikrotranszakciókon keresztül, az a kevés, ami bekerül, az jól néz ki, tehát hogyha ilyen gyűjtögető mániás vagy, meg ilyesmi, akkor tök jó ötletek kezdenek belemenni a játékba, és egészen változatos kis dolgocskákat látsz mikrotranszakciót, Téren. Gibli téren nem túl sokat. Ez most majd következik, hogy most hogyan egy év, két év, három év, négy év, öt év, egy végtelenség nem lenne elég ennek a játéknak, de ha már a core gameplay elemeken megváltoztatják, és újra átgondolják, kigondolják, és most már végre egy stúdió alatt fog menni ez az egész, tehát egy vízió, nem két vízió, mert eddig két stúdió fejlesztette, akkor megeshető, az Antemből lehet egy jó játék. Nagyon szeretném, hogyha egy jó játék lenne, mert azt az első 200 órát én is élveztem az Antem, a haverommal szanaszét játszottuk az egészet, és végre, amikor elértük azt a szintet, hogy húbénak érezted magad, amikor becsapsz az ellenfelek közé a, a a titánoddal és azok szétesnek, szétrobbanak látod a magas kritszámokat minden rohadtul jó érzés de amire eléred azt a szintet pont annál a szintnél futsz ki a tartalomból, és nincs endgame nincs, amiért azt a sok faszó erős cuccat kifarmolnád, ráadásul akkor válik igazán élvezetes a játék, amikor ilyen jó, erős vagy, és hullanak az enemik. Grandmaster 3 -a szinten a társaiddal osztjátok az enemiket, a sok effekt, a kritek, a, a röpködnek, minden az összedolgozás. Ott van a szeren ebből a szempontból, Grandmaster 3 de uh, hiányzik az az igazi yeah, endgame, hiányzik mondjuk egy, hullám alapú játék, egy survivor alapú játék, egy, egy defense alapú játék, egy jobb strike, egy némi uh, raid esetleg, ahol, ahol mechanikákat, puzzleket kell megoldani a csapatoddal, uh, valami még valami Hiányoznak, és természetesen a loot, az elemi sebzés, élet, fegyverek, sebzés, ezeken mind dolgozni kell, hogy a kicsit jobbak legyenek. De ott van a, a core elem, ott van a játékban, és azt hiszem ezért van az, hogy aki megveszi utólag is a játékot, ezért van az anyád, ez egy jó játék. Igen, tényleg jó játék, amíg ki nem futsz a tartalomból, és rá nem jössz ezekre az apró kis dolgokra, és így a fejed, hogy vajon miért ezt a megoldást választották, mikor van ezerszer jobb megoldás is. Szóval, ja, így állunk jelen pillanatban az Antenne, nekem ott pihen. Uh, jelen pillanatban nem sok történik. A kataklizmen végigmentem, az új eventre ránéztem, de már nem volt energiám kiformolni azt, ami ott volt, és fölöslegesnek is tartom. Uh, így ott pihen most a könyvszáramba. Egy, a, egy olyan játék, amit fel van telepítve, letröli, nem fogok, jön valaki, jön valami újra, jump back, mert, mert hogy van annyira jó a hogy elmegyek és egy pár órát jól szórakozzak vele. Hosszú távon egyelőre én azt mondom, hogy oké okay vagyok az antenna nem bántam meg, hogy megvettem, és amikor itt én nagyon ráunok az olyanra, mint a Warframe Destiny, és a többi meg egy kicsit antemezni, antem mert még mindig jól esik repülni uh, benne. Úgyhogy, hát reméljük ide egy év, két év, és a, az Anthem felnő az olyan játékok mellé, mint a Destiny 2 és a Warframe uh, minőségben. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, nagyon-nagyon-nagyon na, 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 na. köszönöm a figyelmet, a következő videóig iratkozz fel, csengőjölecske, sziasztok!